Ma is útra kelek, mai feladat az az lesz, hogy egy nagyon jó ismerősemnél 30 darab ültetőárkot kell kiásni, ez egy köbméteres ültetőárok, gyümölcsfa fog belekerülni, és hát remélhetőleg hamar megveszünk be, aztán majd ahogy kiadja. Na hajra! Területen fogunk most 25 darab gödröt ásni. Ezt kimérjük, hogy pontosan milyen távolságokra. Aztán talán indulom elő. Na, annyi történt. Most vagyunk itt délután. Elkészült 6 darab plusz egy ott fönt ültetőárok. Igazi jó kis vályogvető zalai anyaföld. És sajnos eléggé kellemetlenül ki van száradva. És hát azt nem mondom, hogy az alja is porzik, de a teteje az egyértelműen. Az alja viszont nagyon kemény. Hát még 19. Itt még egyet kell ebbe a sorba ásni.
egészen jól sikerült egy sorba hozni az egészet. Talán itt látszik a legjobban. Feri, meg vagy elégedve az árkokkal? Meg. Hát ezt örömmel hallom. Ez a gyümölcsfa ültetés alfája, omegája. Jó gödör, átforgatott talaj, és akkor lehet várni a 100%-os eredést. Na, jó van. Thank you.
ültetéssel tulajdonképpen semmisnek lehet venni a gépnek az ökológiai lábnyomát. Na jó, talán. Jó hangzik, ha nincs így. Hát meglettek a gödrök is. Szépen lenyomtuk az egészet. Egyéb melókat is csináltam utána még. Hát eltelt ez a mai nap is. Minden nagyon jól szuperált, a gép nagyon jól tűrte. Egy gyors cserélőn elgondolkoztam, mert többször is kanalat kellett cserélni, és ez azért hát kellemetlen, sokkal gyorsabban is meg lehet ezt csinálni. Ettől függetlenül azt hiszem, hogy minden rendben volt. Ha tetszett a videó, akkor iratkozz fel, felkérlek, kommentelj, lájkolj, amit tetszik. Viszlát legközelebb!